nem annyira jó, a technokol az a jó, ez nagyon jó. Igen, nagyon jó, ez a technokol a jó. Tehát magát az egyoldalú felszínt kellene megérteni, az egyoldalú felszín megértése nem egyszerű, ha nem csinálod meg. Mert az emberek javarésze mindenre azt mondja, hogy érti, és semmit sem ért. Ez egy jellegzetes tapasztalatom, hogy nem érti, de mindenre azt mondja, hogy érti. És amikor aztán visszakérdezed, akkor kiderül, hogy töplike, semmi, nullát érted belőle, és ez még nagyon jó fejeknél is előfordult. Tehát olyan, hogy tényleg jó fej volt, tudott is, tudása is volt, de nem, ez a nem tud veszíteni, a 20. századi népbetegség, hogy nem tud veszíteni, ő mindent tud, ez már a Buchfencnél indult, tehát nem így fogom összeragasztani, hanem így. Értitek a trükköt? Na most ennek a szalagnak, amit így összeragasztottam, ez egy Möbius szalag, ezt hívják úgy, hogy Möbius szalag. Ez egy bolond dolog, mert ennek csak egy oldala van. De nézd ide, ha megyek rajta, itt most felőlem van, átjövök itt alulra, itt jövök a hátul, most felőled megyek át, most itt megyek, most ott belül megyek, most itt jövök, és megint ugyanide visszaértem. Mert azzal, hogy egy felet fordítottam, egy oldalúvá tettem a felszínt. Ez egy topográfiai dolog. Ezt úgy hívják ezt a tudományt, hogy topográfia. Na most a topográfiának ennél sokkal nagyobb bélcsavarodásai is vannak, szóval egészen őrült bélcsavarodásai is vannak, de most az a lényeg, hogy észrevegyétek azt, hogy lehet egyoldalú papírt csinálni. Ez egy egyoldalú papír. Jó, hát mondjuk talán az éléről mondjunk le, mert azért van valami vastagsága is, de hát azért úgy elméletileg ebből már lehet érteni. Most próbálom még megvárni, hogy összeszáradjon a Technokol Rapid Coupé, mert hogy azzal, mert ketté akarom vágni. Ez egy borzasztó érdekes dolog lesz a kettévágom. Teljesen más történik, mint amit hiszen, már csináltam. Olom is van. Köszönöm. Na, tehát ketté lehet vágni, középen fogod magam, és ketté vágom. Na, mit gondoltok, mi lesz belőle? Lehet csatszolni. Mi lesz belőle? Lehet tévedni, itt most lehet. Filmre vesszük, úgyhogy most nyugodtan tévedhetsz. Nem úgy, mint otthon a férjeddel. Itt filmre vesszük. És aztán ezt még évtizedek múlva is eléd lehet dugni. Látod, itt tévedtél? Noj, nagyon száj, nagyon jó. Gonosz. Na, nézd csak, mi lesz ebből, ha ketté vágom? Kettő? Azt mondja valaki, hogy egy hosszú. Mi lesz belőle, mások? Mit mondtok? Két karika. Mi lesz belőle? Mert ketté vágom középen. Akkor ketté kell neki esni. Két karika lesz. Ketté vágtam. Két karikások, ne hallgassatok. Ki szavazott a két karikára? Mint ha azok lettek volna többen. Akik nem tudnak tévedni, persze. Na, tehát ebbe, ha megnézed a fordulatok számát, akkor az 3 meg egy kanyar, tehát összesen 4 lesz, mert a Möbius szalagban is megvan az egész fordulat igazából. Tehát 3 fordulatot lehet benne, 3 csavarodást lehet benne látni, és nem pedig, majd így fordítom, hogy lehessen látni. Félek, hogy szétesik, mert még ez a ragasztó nem igazán kötött össze, és akkor nem jó. De akkor nem ragasztom vissza rendesen úgyse, hogy hol állt ez. Na most akkor mi lesz, ha ezt ketté vágjuk? Na mi lesz belőle? Két karika? Középen. Hosszába vágom ketté, így persze, nem így elvágom. Ha? Egy karika lesz, vannak egy karikások. Ki mond két karikát? Kettő. Vannak két karikások, egy karikások megint. Na és ketté vágom. Nézzetek csak ide, mi lesz ebből. Ezt így hosszába szépen elvágom,
és vágom, és vágom, és én nem veszem fel az ollomat, én nem fordítottam meg, én csak mindig vágom a közepét. Tehát mindig ugyanazt vágom, 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 ameddig a végére nem érek. Vágom, 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 vágom. Mindjárt végére érünk, vágom, vágom, vágom. Már túl vagyok a felén. Jaj, de szép lesz. Új, én már látom. Mindjárt jön a vége. Na, egy karika vagy kettő, most még el lehet dönteni. Kettő? Egy? Kettő? Egy? Ez hány karika szerintetek? Azért dobálom, lehessen látni, hogy nincs ott egybe itt, ez a része nincs egybe, ez külön van. Ez két karika. Fontos az atomfizikában, félspínű tér. Itt lehet megérteni a félspínű teret, ezt senki soha nem értette, hogy mi a túrótól félspínű. Hát itt van, el lehet a félspínű teret, hát aki fizikus, annak mutatom. Tehát itt lehet megérteni a nagy durranást, ez aztán tényleg nagyon nagy durranás. Tudnélik, hogyha ezt egy kicsit így, ezt én ott nektek itt nem tudom megmutatni, azért nem tudom, mert ezt úgy kellene kihúzni, ebből két nyolcas lesz. Gyönyörű szép, csak most megpróbálom összetartani, de csak úgy, hát ha hevenyészve meg tudom fogni, valami érdekeset fogok nektek mutatni, ha föl tudom emelni. Mit is láttok? Hát nem lesz benne ilyen kanyarodás, már itt, mint alul, ott megcsavarodott, mert nem tudtam rendesen összefogni, de egy négy szélmú virág lesz belőle, ha megnézed. Bizony, csak ez egy sík szallagból van. Ha ugyanezt térben csinálod, akkor ez egy almaszerű felület, és az is megduplázódik, de egymást nem tudja elereszteni. Tehát egyik csinálja a másikat, és a másik csinálja az egyiket. Ez az érdekes, hogy egyszerre nem léteznek. Tehát ez a fizikai síkon így nem létezik ez a, hanem az egyik Möbius felszín, amikor éppen lefutotta a fordulatát, akkor átmegy kintbe, a másik átmegy bentbe. Tehát ezek váltogatódnak, pont egyszerre. És amikor az egyik kint van, akkor a másik bent van. Ha a másik van bent, akkor ez van kint. És ezek váltogatják egymást a kintbe és a bentbe. És ez minden népmesénk kezdete. Hol volt, hol nem volt. De amikor nem volt, akkor is volt valahol. Gyerekek, ez egy okos nép. Ez jó. Nagyon jó. Amikor rájössz arra, hogy nem kis dolgokat tud ez a nép, az jó dolog. Mert hogy a népmesénk nagyon nagy titkokat őriznek. Hát ennél nagyobb titok nincs, mert ez, amiről itt játszunk, Möbius szalaggal, az az atomosz, az a világegyetem egyetlen létezője. Érdemes megérteni, egy kicsit fölkötni a gatyát, na, ebből áll minden. Az olló, a ragasztó, a terítő, én, te, ő, mit, ők, mindenki. Tehát minden ebből áll. Mert ez az, ami kelti az atomokat, ez az, ami kelti a fénykvantumokat, a téridőt és mindent, és a lelkeket. Tehát ezt azért ott kell lenni, hogy megértse az ember, mert aki ezt megérti, az megértett valami nagyon-nagyon lényegi dolgot a világból. Ez az a pont, amit kérdeztél. Most a pontot egy ilyen furcsa módon ábrázoltuk. Tudnék, ez a pont, ez egy dinamikus pont, nem statikus. Statikus ponttal nem lehet semmit kezdeni, abból nem lesz mozgás, nem lesz forgás, nem lesz semmi. És ettől kezdve nem lehet leírni a világot rendesen, a ponttal, mert nulla dimenziós. Ha nincs kiterjedés, akkor mi a túrót írok le? Hát semmilyen kiterjedése nincs. Pedig a szó maga, hogy kiterjedés, mutatja, hogy terjed. Terjedés. A terjedés az nem statikum, nem álló valami, hanem őrült módon terjedő dolog. Na de ha ez az olló terjed, a Földnek a hullámai terjednek, elengedem az olló leesik. Mert a hullám forrásait egymásnak áthelyezgetik. Az olló vonzza a Földet, a nagy Földet, ami alatta van, és a nagy Föld vonzza az ollót. Hát csak ugye aránytalanul nagyobb a Föld, mint ez az olló, ezért az olló esik a Földre, és nem a Föld az ollóra. Pontosabban a Föld is ráesik az ollóra,
csak nagyon kicsit. Igen, hát ez egy iszonyúan picit. Egy hajszál az borzasztó nagy esés, tehát nem annyit esik, hanem annak is a nagyon kicsi töredékét, de akkor is esik a föld az olló felé. Tehát ez benne az érdekes, hogy egymást vonzzák tudnik, ez kölcsönhatás. A kölcsönhatás az azt jelenti, hogy én vonzalak téged, te vonzol engem. Tehát, hogy kölcsönhatásban vagyunk egymással. Nem azt jelenti, hogy én vonzalak téged, és te nem csász semmit, hanem az egymást kölcsönösen vonzuk. Tehát az olló is vonzza a földet, és ez az érdekes. És ennek az ollónak a hullámai nem kompaktak. És itt rontották el a fizikusok, hogy kompakt anyagot akartak minden áron csinálni. Kompakt, zárt. Zárt atomokat. Idáig tart, itt a vége, kész. De ez nem igaz. Látszik a fizika könyvekben, meg a kémia könyvekben kovalens kötés. Ugye ez a kovalens kötés néven szerepel. Igazából az semmilyen kötés, csak tömegvonzás. Ez a kovalens kötés. Úgy hívták, emlékeztek rá öregek, hogy kohéziós erő. Ezt tanultok. Mit is jelent a kohéziós erő? Összetartó erő, de nem mondta meg, mi a túró tartja össze. Csak hogy összetart, valami összetartja, mi a rák tartja össze, mondd már meg. Hát, érted? Tehát nem magyarázta meg, és ugyanígy nem magyaráztak meg semmilyen alapdolgot. Tehát a fizikánkra ráfér egy kis filozófia, és akkor ki tudunk a dugából lépni, és akkor tudunk nagyon-nagyot haladni, de rettentő nagyot haladni előre. És ez most nagyon ránk fog férni. Ugye most fogy kifelé a fosszilis tüzelőanyag, aztán egymást halomra fogják ölni egy kanna olajért, és ez nem biztos, hogy olyan jó. Hát lehet, hogyha mi felfedezünk valami sokkal jobbat ennél, akkor ez nem is történik meg. Ez a békét szolgálja, édeseim? De mennyire a békét szolgálja? Nem úgy közszolgálni, hogy siránkozunk, meg mondogatjuk, tenni kell valamit, amivel ezt a békét elő tudjuk mozdítani. Hát lehet ilyen albán légvédelmest játszani, érted? De az semmire nem jó. Hát ezt magyarázom, és ez nem azt jelenti, hogy szeretet, tudod? Én azt mondom, hogy szeretet. Az is szeretet, hogy az éhezőnek oda lötyögtetek egy tányérlevest, bablevest, és odaadom neki. Ez egy borzasztó, kedves, rendes dolog. Adok hozzá neki egy szelet kenyeret, ne halljon ilyen. Ő, de rendes ember vagyok. Aztán kiírom a trikomra, hogy hány bablevest osztottam szét, jaj, de nagyon rendes ember vagyok, ugye? Hát ez nem annyira jó. Na most, és ha én csinálok egy ilyen ócska dobozt, amiből mondjuk jön 30 kilowatt, és nagyon olcsó pénzért odaadom minden szegénynek, az jó. Nem fagy meg a gyereke, meg tudja főzni a vacsoráját, érted? Senki nem fagy meg, nincs villanyszámla. Egy hűtőszekrényszerű dobozból dől kifelé az áram, azt jó van. És a villanyórát meg vigye, dugja föl magának az elektromos műveg. Dugja föl, nem kell. Szeredd le, vidd el, nem kell nekem. Milyen áramemelés, milyen emelés, miről beszélsz? Értitek, hogy miről van szó? Ez szeretet? Hát bizony, mert hogyha mit tudom, megveszi 100 000 forintért azt a ládát, de már mit tudom én, már abban az évben már ingyen kezd neki folyni az áram, aztán még 100 évig, ameddig tönkre nem megy, az úgy jó. És ez a szeretet nekem, hogy gondoskodok róla, nem az a szeretet, hogy úgy gondoskodok, hogy adok egy leves, de már tovább nem foglalkozom vele. Nem halat kell adni, hanem hálót. És megtanítani, halászni. Ez a lényeg az egészben, mert itt kezdődnek a bajok. De igen, halat is adok neki, hogy ne haljon éhen. De közben megtanítom, hogy kell neki megfogni. Hát miért halnak ilyen az afrikaiak, mit gondolsz? Mert ül a sátorban, sír, és nézegeti az eget, és várja a sült galambot, hogy hozzanak neki enni. Ez a baj. Nem elveti a kukoricát, aztán learatja, aztán nem, hanem várja a sült galambot, hogy hozzák. Nem furkutat, hanem szomja hal. Issza a pocsolyát. Nem furkutat. Hát itt kezdődnek a bajok. De most ilyen mélyen hülye? Nem tudok más mondani. Mélyen hülye? Milyen lapát van? És akkor felváltva, te is ásol egy méter, csak leérünk a talajvízig, nem? Aztán vödör és húzzuk a vizet. Hát ennyi esze nincs neki. Hanem ott ül, siránkozik, aztán ott hal éhen, meg szomjon. Tehát a butaság nagy veszély.
a butaság nagyon nagy veszély. Hát Gyuri jól érzi magát. Szia Gyuri! Gyuri jól érzi magát, és ez is nagyon lényeges, hogy a Gyuri jól érzi magát. Mert hogy ő neki ez egy borzasztó nagy élmény. Ez a fontos, hogy ő neki ez egy nagyon nagy élmény. És ezt az élményt nem kell tőle elvenni. Ha vele kiabál, az sem vagy. Itt mindig az előadáson voltak ilyenek a gyerekek, ugye az, akik régen járnak a táborban, volt ilyen, hogy ilyen hölgy odajött hozzám, hogy ez így fog menni, mert tudod, ő ilyen merev előadásokhoz volt szokva. Tudod, hogy ülnek, és akkor az előadó elmondja, ő meg hazamegy. Tudod, ez a szokványos. Ha, itt meg a gyerekek jöttek, átrapogtak egyik oldalról a másik oldalra, kiabáltak, mit tudom én, micsoda. Ez így fog menni, mondom, az első két nap különösen így fog menni. Aztán a gyerekek megérzik azt a, fölveszik a tábornak azt a rezgését, látják, hogy mindenki csendbe ül, lábúj hegyen fognak bejönni. Eltelt 3 nap, itt az ajtó előtt megállít. Gyuri, én nem hittem, ez tényleg. Mondom, tényleg. Mert fölve átjárja őket egyfajta hangulat, és ezt a hangulatot már utána viszik magukkal haza. Parancsolj, Erik. Abszolút, úgy hívják, hogy kommunizmus. Igen, úgy hívják, hogy kommunizmus. Igen, ezt úgy hívják, hogy kommunizmus, akár hiszed, akár nem. Milyen furcsa ez. Ugye valamire állítoztunk a kapitalizmus után, de megkaptuk a rabló kapitalizmust a nyakunkba. Mert ez nem a kapitalizmus, annak a legrosszabb formája, ami létezett, amikor mindenki gátlástalanul összelop, rabol mindent. Ezt kaptuk a nyakunkba. Tessék, parancsolj. Parancsolj, Teri. Na, nagyon bölcsen és tömören megfogalmazta félred a valóságot, mert ez így van, mert ez így van. Ő közgazdász, tehát ő igazán belelát a pénzügyi dolgokba, mert azzal foglalkozik. És ő pontosan tudja azt, hogy mennyi megy pocsékba, valami elképesztő mennyiségű pénzt sikkasztanak el, meg pocsékolnak el, meg minden. A kreatív könyvelés, ugye ezt jól ismerjük. Tehát arról szól a történet, hogy semmi nem lesz belőle, hanem hogy mondjam, neked szerencséjátékon elúszik, vagy hogy a fenébe mondjam. Semmi nem lesz belőle. Nem igaz, hogy annyiba kerülnek a dolgok, mint amennyit mondanak rá,
Nem igaz, hogy az előállítás olyan drága. Ezek mind nem igazok. Itt bajok vannak. Nem akarok politizálni szándékosan, mert ez nem politikai tábor, bár van politikai véleményem, de ez nem politikai tábor, hanem ez a tudásról szól, és vagy a tudás kereséséről szól, mert igazából nem tudunk mi semmit, hanem keressük a tudást együtt. És az itt ülők közül, hát az igen komoly százaléknak felsőfokú végzettsége van, tehát együtt gondolkodunk rajta, hogy valamilyen megoldást elnyerjünk. Én eljutottam egy eredményig, ezt az eredményt mondom el nektek, ha kérdezitek, akkor én amire tudok, csak válaszolok mindenre. Amit nem tudok, arra meg becsületesen azt mondom, hogy nem tudom. Ez nem szokás, ez sem mondjuk az egyetemen annyira, hanem inkább azt mondják, hogy ilyen hülyeséget, ugye hülyét hogy lehet kérdezni. Ez az a válasz rá, ugye, hogy nem volt más a közelben. Tehát, tessék, parancsolja. Most nyisd ki a szádat! Csapda ez, az a helyzet, hogy ez egy nagyon nagy csapda. Direkt nem akarok politizálni, de ez a politika az egy csapda, ez politika, abszolút politika. Csapda. Tehát te megválasztasz politikusokat, aki aztán nagyon magasról tesz a te fejedre, mert egyáltalán nem olyan döntéseket hoz, ami neked kellemes, hanem olyat, ami neki kellemes. Azt, amikor az alatt, az idő alatt még hatalmon van, jó, megtömi a zsebeit, aztán tesz az egészre, nem foglalkozik vele többet. Hanem elviszi, lelép a pénzre, azt viszlát. Hát ez nem itt van, a Dél-Amerikában is ez van, az összes banán köztársaságok erről szólnak, Magyarország a legnagyobb banán köztársaság. Tehát, és igazából nem is tudom, hogy királyság vagy köztársaság, mert hogy akkor a címerünkön egy királyi korona van, tehát én egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy mi tényleg köztársaság lennénk. Ez egy királyság, ahol talán még király is van, csak nem tudjuk ki az, és nem tudjuk, hogy hol van, de talán még az is van. Csak nincs hatalmon. Tehát gyanús nekem, mert a rádióban hallottam egy öreg urat, aki azt mondta, hogy egy árpátházi leszármazott, és őt ezzel a szent koronával megkoronázták, amikor hazahozták. Komolyan. A rádióban beszélt egy öreg úr, hogy Petőfi rádióban, hogy őt megkoronázták bizony ezzel a koronával, méghozzá a esztergomi érsek megkoronázta, és ettől kezdve tulajdonképpen ő király lenne azért, hogy ne lehessen jogilag belekötni az államformába. És hát igazából van is király, meg nincs is király. Tehát ez egy ilyen valami. Még a múltkor beszélt a rádióban, tehát még él. Tessék? Én nem tudom, hogy... Öreg. Hallod, megtaláltuk, Egerbe van, figyelj csak. Ez így van. Tehát ismeri az Ivanuska. Na, tehát akkor a hír igaz. A hír igaz. Látjátok, hogy milyen érdekes? Ilyen kis közösségen belül már meg is van a kapcsolat. Mert az Iván már kétszer meghívta előadást tartani. Mondjad, Iván?
Milyen érdekes, hogy egy senkiházi Magyar Tudományos Akadémia engedélyezi neki azt, hogy használja a saját nevét, azért ez elgondolkoztató, nem? Elvtársak, mert javarészt mind ilyen elvtársak, szóval semmi közük a tudományhoz már a legtöbbjének, vagy sose volt, mert olyan, úgy is mondhatjuk, hogy sose volt. Pap, hogy ne, mondja Derik. Őszintén hazaér, igen. Elgondolkoztató, igen. Ez elgondolkoztató, hogy nem volt nekünk elég labancbajunk, még a nyakunkba akarjuk venni. Hát azért ez ugye, a Petőfi az forogna a sírjában, mint a grill csirke. Szóval az biztos. Szóval ez van. Hát ez van. Ez Magyarország. Mindent lehet meg az ellenkezőjét is. Na jó, tehát... De most minket ez biztos nem fog kisegíteni, de az ki fog segíteni, ha rájövünk megoldásokra, tehát technikai megoldásokra is, és ezzel biológiában, fizikában, kémiában és egy csomó mindenben nagyon nagyot lehetne előrelépni. Jó lenne az, hogyha ingyen lenne az energia nektek? Hát persze. És ha ezt el tudjátok érni, akkor egy villanyszámla, normális villanyszámla ára egy részletet fizetve, mint a villanyszámlát fizetnél, megkaphatod a dobozt, aztán attól kezdve már nem foglalkozok vele, mert van áram, azt jó van. Igen, csak az meg azt a bajt okozná, hogy amennyiben ingyen van valami, akkor meg nem fogja a világért se spórolni, mert ingyen van. Tehát ami ingyen van, annak az a veszélye, hogy akkor meg önkorlátozást nélkül fűtenénk a környezetet ész nélkül. Tehát akkor aztán ész nélkül, nyitott ajtónál, aludna meg, ablaknál meg. Érted? Ész nélkül fűteni kezdenék a környezetet, mert az ember ilyen. Tehát abban a pillanatban, hogyha már nyeregve érzi magát, akkor aztán attól kezdve a legbolondabb dolgokat követi el. Tessék észrevenni, hát miért kell nekünk éjszaka standby-ba legyen a képmagnon? Most mondok egy példát. Mi hányszor szoktad éjjel bekapcsolni a képmagnodat, hogy nézzed? Ja, de ott van standby-ba, és hogy készenléti állapotban 10 watt. Ja, ott megy a DVD lejátszód, az a másik 10 watt. Aztán ott megy a tévéd, az a másik 10 watt. Aztán ott megy a franc tudja micsodád a számítógépet standby-ba szintén, az is 10 watt. És így körülbelül legalább 100 wattot elpocsmékolsz semmire, mint ha égne egy 100-as körte állandóan, az elpocsékolod csak úgy, mert akkor neked az csak gomnyomásra így elindul. Lehet, hogy oda kéne menni, először csak bekapcsolni, aztán távirányítani a csatornát, a hangerőt, ami. De neked éjjel 3-kor is, ha kell, akkor oda nyúlsz, és akkor nyomod a gombodat, és közben 100 wattot elpocsékolsz. Na most ez folyamatos 100 watt az azért pénz.
az azért pénz. Egy hónap alatt már ez egy jó mérhető összeg. És mindenki ezt csinálja. Mindenki, majdnem. Ha nem húzott ki a konnektorból, hanem ott hagyott stand-by-ban, mert eleve úgy is csinálták meg, hogy az úgy, jó van az úgy. Tehát nem csináltak rá egy kapcsolót, hogy le is lehessen kapcsolni, aztán be, hanem ő bekapcsoláskor már is stand-by-ban van. És az úgy is marad, mert hát, aki nem érti a műszaki dolgot, az meg nem is foglalkozik vele. Ég rajta a piros lámpa, jó van, látom, hogy alkalmas a működés, az jó van. Tehát ez a borzasztó nagy butaságunk, tehát akkor, amikor energiaválság van, meg probléma van, akkor két kézzel pocsékoljuk, dobáljuk ki az ablakon az energiát, mert ezt csináljuk. Parancsolj, Erik! Arról ne is beszéljünk, hogy 50 Hz-es antennaként állandóan sugároz az egész energiahálózatunk, ez is itt minden. Tehát az összes drótokban, mint egy rádióadó antennában állandóan az 50 Hz ott muzsikál, mert hogy rendelkezésünk rájön. Tehát nem az van, hogy áramtalanított, hanem állandóan mindig. Nem fogyaszt az igazából semmit se, bár azért fogyaszt, mert mint kapacitív fogyasztó fogyaszt, csak javítja a koszinuszét. Tehát ott hagyják a hálózatot, aztán ez besugároz téged. Na most azt mondják, hogy az 50 Hz nem károsít, meg ez se károsít, meg az se károsít. Hát azért, hogyha azért mondjuk a nagy feszültségű távvezetékek alá beépítik az óvodát, én azt nem tartom nagyon jónak. Hát lehet, hogy azoknak, akiknek te felesleges vagy, ez jó. Tudod, akik szívesen nem akarnak túlzottan látni téged már az élők sorában, meg a gyerekeidet se, hát annak jó, de egyébként a legnagyobb gengszterség. És ez tényleg a legnagyobb gengszterség. Tehát a gyerekeket, mert ott olcsó a telek, azt odarakják a hálózat, hiszen baromi nagy távvezetékek alá, odarakják be az óvodákat, meg az iskolákat. Azt a gyerekek ott fél életüket ott élik le. És hát persze, utána meg hullanak rákba, és akkor mondják, hogy hát mi nem tehetünk róla, nem adtunk mi neki semmi ott, amitől rákot kapott volna. Szóval szélhámosság megy az összes vonalon, de tényleg az összes vonalon, elképesztő szélhámosság. Mennyi az idő, hogy 5 óra van? Ne, jó van, mert hogy ígértem nektek, hogy meditálunk egyet, és akkor azt jó lenne megtenni majd, de még akkor van időnk, csak azért. Tehát még... Ja, hát a második téma, még azért néztem meg, hogy mi is van még a programban. Tegnap itt fölmerült az, hogy Nobel-díjat kap az, aki megmondja, hogy emlékeztek a Szántai előadáson. Jelentkeztem is, ugye, de azt... Dizonne. Miért nőnemű? Ha egy kicsit jobban ismeri valaki a Bibliát, itt vannak papok is köztünk, akkor azt azért talán tudja, hogy a napba öltözött asszony kifejezés az ott szerepel a Bibliában. Mi az a napba öltözött asszony? Ez a nagy kérdés. Ez egy néni? Egy néni, aki bent van a napba? Hát azt mondja a materialista, hogy ilyen hülyeség, ilyen baromságot kit a napba öltözött. Hát ez egy millió fokos hőmérséklet van belül a napban, hát hogy öltözhetne abba egy asszony, hát ilyen hülyeséget össze. Pedig igaz. Több verses kötetet írt ez a napba öltözött asszony magyarul, képzeljétek el. Már mutattam nektek régebben, most nem hoztam magammal, de már régebben mutattam nektek, Éjá, Ékes Ákos, mutattam nektek. Hát, ki az az Éjá? Hát az a napba öltözött asszony. Azt mondtuk ugye, hogy a fénykvantum, a térkvantum is fénykvantum, csak egy másmilyen, egy hatos szimmetriájú, a fénykvantum meg nyolcas. A hatos szimmetriájú térkvantum, téridőkvantum, az a Szentlélek igazából, az a napban van. És ennek a fénykvantumnak a közepében van egy pont, egy pontszerű valami, az a királylány, az a centruma ennek az egész rendszernek, aki az egész napot, mint ruhát magára vette. Ez egy fénykvantum. Egy darab fénykvantum. És képzeljétek,
hogy a Plutótól még 30-szor nagyobb távolságra tartja meg az Oort felhőt, ez az egy fénykvantum. A mindenit. De ez az egy darab fénykvantum a Plutótól 30-szor távolabb, barmi messzire van a Plutó. 6 óra alatt ér ide a fény a Plutóról. 6 óra. Hát a nagyon messzire van már. Az egy hold, egy eltévedt hold. Pontosan 4 darab hold egy kupaszba kóvályognak. Most fedezték fel még 2-t, hogy igazából nem csak a Charon az egyik, az a holdja a Plutónak, hanem még 2 ottan kavar körülötte, még csak számuk van, 2526-os, mert mit szám, ilyen számuk van még csak, de azok 4-en keringenek egymás körül. Ezek a naprendszerbe eltévedt holdak, ami valamilyen katasztrófánál leszakadtak a bolygójukról, aztán ott összeálltak egy konglomerátumba, és elkezdtek ott egymás körül keringeni. És ki is vették a Plutót a bolygók közül, ez egy butasság volt, szerintem, mert hogy kimeríti a 700 km nagyságot, és ha kimeríti a 700 km nagyságot, gömbölyű 700 km nagyságot kimeríti, és a nap körül kering, akkor ez bolygó. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen amerikai baromság, amit most nagyon erőltetnek az amerikaiak, tehát hogy az nem is számít bolygónak, hanem valami, mit tudom én, Iker bolygónak, vagy mit tudom, átkeresztelték most nagyon. Minek? Nem holdnak számít, nem, az valami másnak számít, ilyen, mit tudom én, kisbolygónak, vagy mit tudom én, minek, átkategorizálták. Az a lényeg, hogy a Plutó is nagyon messzire van, úgyhogy mondom, a 6 órán keresztül jön a fény a Plutóról idáig, mire meglátjuk. Az nagyon messzire kering, és annál még vagy 30-szor messzebb van a naprendszer határa, azaz a valami bugyi, aminek neki megyünk meditációval, kipróbáljuk? Kibírjátok? Olyan, mint a bungee jumping, szóval nem ez, azért mondom, hogy ez nem egy akármilyen érzés, amikor megfogdosod, szóval azért mondanám, hogy hát ki lehet bírni, csak szóval azért, hogy szóval úgy elgondolkodik rajta az ember, és ez a naprendszer határa nem engedi ki a köveket a naprendszerből. Tehát tele van mindenféle méretű sziklákkal, kövekkel, kisbolygókkal, mindennel az egész naprendszer határa, gömbszerűen veszi körül az egészet. Jó, de miért nem mennek tovább ezek a kövek? Ott megálltak. Aztán miért nem mennek honnan tovább? Hát persze, ja, hát arról nem is beszélünk, hogy az Olbers paradoxonról ne beszélünk, mert hogy az Olbers kiszámolta, hogy ha mindenfelé egyenletesen csillagok vannak körülöttünk, mindegy, hogy milyen messzire, akkor körülbelül az égnek olyan világosnak kellene lenni, mint a teli hold felszínének. Az egész égnek olyan világosnak kellene lenni, de ez nem igaz. És ez képlettel be van bizonyítva, hogy olyan világosnak kell neki lenni, de nem olyan világos. De lehet, hogyha ez a teremburra visszafogja a fényt, akkor az Olbersnek mégis igaza van, csak a fény nem megy át rajta, csak a nagyon nagy fény megy át rajta, és ezért ez egy színszűrő, ami visszatartja az univerzumból felénk érkező fényt. Tehát egy nagy buborékba vagyunk benne, így is mondhatjuk. Van nagy ilyen, olyan, mint a gumi, amikor megfogod, így nyúlik, akkor neki megy a kezed, és ráz. Rossz érzés megfogni, majd próbáljuk ki, jó? Aki bátor, az megnyomkodja. Tessék, Péter. Van még a Kuiper-öv. A Kuiper-öv az egy olyan, mint a Szaturnusz gyűrűje, csak bazi nagy, és az ugyanabban a síkban, ahol a bolygók vannak, még ilyen törmelék, de iszonyatos mennyiségű törmelék egy síkban van, kering. Aztán a Kuiper-öv kiér az Oort felhőhöz egészen, és ott így gömb alakba kanyarodik alul felül, és akkor így lesz belőle az a naprendszernek ez a jellegzetes formája. Tehát lehet, hogy bindó alakja van. De nagyon gyanús, hogy annak olyan alakja lehet igazából, hogy olyan alakja van, mint egy alma ennek az egész nap buborékrendszernek, és ez fekete, amikor odamész, hogy pontosabban, hogy mondjam neked, ilyen fehéresen fekete, nem tudok más mondani, tehát ilyen nagyon sötét fehér.
Mert akkor oda mész és nézed, akkor olyan fehéresnek látod ezt a hártyát, de különben baromi fekete sötétség van. Tehát ott aztán olyan sötétség van, onnan, ha visszanéztek a napra, akkor a nap az már csak egy ilyen erősebb csillagnak látszik. Tehát marra messzire van már a naptól. Már a Plutótól is csak egy kis senkiházi csillagnak látszik a nap, de a vizétől, az Oort-felhőtől onnan már durva. Onnan már olyan egy fényes csillag, mint majdnem, mint a Sirius, azt annyi. És onnan már, hát ott már nagy meleg nincsen, szóval ott már nem ég le, nem tudsz lenapozni. Tehát úgy olyan mínusz 260 fok körül hideg lehet ott, elmegyünk oda, jó? Nagyon buli. Miért? Most nem ijeszgetésben mondtam, nem fogod érezni. Tűnik az asztrál tested, az ettől nem fázik. Tehát nem téma. El lehet menni, elmentünk a Merkurra is, ott azért meleg van, meg a Holdon is, hát ahol süt a nap a Holdon, ott 160 fok meleg van. Ahol meg nem süt a nap, ott meg 240 fok hideg. És a Holdra is elmentünk, senkinek soha semmi baja nem lett, gyerekeknek se. Nagyon jó, érdekes történetünk, az asztrál tested ez bírja ezt a kiképzést. És nagyon érdekes. Tehát az egész naprendszer egy zárt rendszer, és ez a buborék egy négydimenziós rendszerbe úszik, úgy néz ki, mert akárhol megyek ki belőle, rá tudom bökkenteni ezt a hártyát, akkor én átbököm, és kimegyek belőle, akkor ilyen világos kék ködbe vagyok. Az már négydimenziós rendszer. Tehát ott az atomok fényt adnak. Tehát azt látod, hogy olyan, mint ez a világos kék ég, de ez olyan, mint az ilyen opalizáló, mint ha ilyen izében lennél, ilyen teljes vizen keresztül néznél, ilyen opalizáló minden, és világos kék fényt ad minden. Tudnék, ott is vannak atomok, és az atomok fényt adnak, világítanak. Ott látod az atomoknak a belső fényét. Minden atom világít, és az egész ilyen köd lesz ettől. Tehát mindenből jön a fény. Onnan tudod, hogy a negyedik dimenzióba jársz, hogy mindenből jön a fény. A tárgyakból is, mindenhonnan jön a fény. Érdekes, érdekes élmény. Menjünk a negyedik dimenzióba, és megnézzük. Jó, elmehetünk. Na, az is nagyon érdekes történet, és ott el lehet nézgelődni. Ott a negyedik dimenzióban megyünk, én csak egyet tudok mondani, hogy senki ne próbáljon kalandozni, mert ha elveszítem, ha elszélámoskodja magát mellőlem, akkor nem tudom visszahozni. Akkor itt majd ellapátolják a testét. Tehát az annyi. Tehát az nem játék. Tehát ott semmi nem veszélyes, ha nem hagysz el engem. Érted? Ha velem maradsz, én kivezetlek. De hogyha fogja magát valaki ilyen lázadó hódon, elkezd kalandozni, akkor nem biztos, hogy visszatalál. Mert a negyedik dimenzió az egy bonyolult világ. A számunkra szinte felfoghatatlanul bonyolult. Nem talál vissza. Tehát belemegy a saját csapdájában. Volt olyan, hogy úgy kellett megkeresni valakit, mert elment kalandozni. Szóval lázadó. Tehát a tinédzser lázadás ott van a fejekbe, hogy nekem ez nem mondja meg ez a hülye, föllázad, és akkor kezdődik a baj. Mert hogy a hatsávos úton nem szaladgál a gyerek. Ilyen egyszerű. Aztán, amikor már van gyakorlata, majd mehet, csak játékból nem szabad kiszaladni az útra, mert ha ne talán jön a kamion, akkor nagyon rossz lesz a vége. Ennyi a történet. Tehát a pontra még visszatérve, mert nagyon izgalmas, ez a pont, amiről beszélünk, ez a napban van, ez a napba öltözött asszony, ez a királylány a mesékben, a várban a királylány. A vár meg maga a fénykvantum. Az a kacsalábon forgó vár. Mert egy mindig hiányzik belőle, ezért kacsázik. Azért kacsalábon forog, mert hogy egy mindig hiányzik a szimmetriából, és így mindig a teljességre törekszik, de sosem éri el. Megy a lány a fiú felé, sosem éri el. Mert nem érheti el. Mert mire elérné, addigra eltűnik a létezésből. És akkor mindig a következő létezés és a végtelenségig így megy. Nagyon érdekes. Parancsolj! Azt fontos, hogy ez a királylány tulajdonképpen fiú, aki úgy is lehet. Igen,
Jól mondod, igen. Tudnélik, ebből a királyfiből lesz királylány a fénykvantumon belül, és a királylányból lesz megint királyfi. Kiviszi át a fogakhoz tartva a szerelmet a túlsó partra. A költők, azok mindig az Istennel áll kapcsolatban. Az Istennel áll kapcsolatban. Az nem magától talál ki ilyeneket, hanem az Isten sugja a fejébe. Ez az E.A., akiről beszéltünk, ez Ékes Ákos néven írt, de egyébként Borbély Ervin bácsi volt, ismertem személyesen az Ervin bácsit. Egyszer voltam nála vecsésen, szóval nem azt mondom, hogy hetente jártam hozzá, de egyszer voltam nála, és egy nagyon rendes öreg mérnök volt, és közben médium volt, méghozzá a Napisten médiuma. Nagyon érdekes, mert ez amiről beszélünk, ez nem más, mint maga a Napisten. A Napisten az nem egy bácsika, ugye, hanem egy fénykvantum a nap közepén, az a Napisten. És nem a nap, nem a napot imádtunk, azt ilyen hülye materialisták találták ki, nem imádtuk mi a napot sose. Mi a Napistent imádtuk, ami a nap közepébe az a fénykvantum, ami nem más, mint a Szentlélek. Hát hagyj imádjon már a Szent Lelket, már bocsánat. Hát hagyj tegyem már, hagyj imádjon már. Mert hogy le akarnak róla beszélni, és akarnak érte helyett adni egy semmit. Tehát akarnak nekem adni valamit, amit meg sem magyaráztak soha. Hát akkor bocsánat, ha én értem, akkor hagyj imádjam azt, amit értek, te meg majd azt imádsz, amit akarsz. Ez olyan, mint az, hogy nem baj, te ősöd a majom volt, meg lemászott a fáról, jó, menjél föl a fára vissza, magánügyed. Tehát én nem haragszom azért, mert valaki csak az evolúción forog a fejem, mert evolúció is van. Van. És azok, akik ezt kutatták, nagyon-nagyon sokat vitték előre a tudomány. Csak nem azt jelenti, tehát ő mindenáron azt akarja valahogy kihozni, hogy miután szétfele tart az univerzum, akkor biztos, hogy egy pontban volt. Ugye, mert az ősrobbanást onnan vezette le a Gamov, hogy szétfele repülnek az univerzumba dolgok, ezt látjuk. Aha, akkor most kiszámoljuk, hogy mikor lehettek ezek egy pontban körülbelül, és akkor volt az ősrobbanás. És akkor szétrepült. De hogy úgy lehetne feloldani ezt a paradoxont? Meg lehet azt csinálni, hogy a téridő folyamatosan tágul, és mégis mindig ugyanakkora? Meg lehet-e csinálni? Meg, persze. Folyamatosan keletkezik az anyag az univerzumban, mindenhol keletkezik, főképpen a magjánál, és ez szüli a galaxisokat, a bolygókat, a napokat, és ezek repülnek kifelé az univerzum határáig, és ott fölcsapódnak az univerzum falára, és ott van az anyag 95%-a. Abba a fekete lyukba, amiben mi belülről vagyunk, bentről nézzük a fekete lyukot. És ebbe csapódnak föl a galaxisok folyamatosan, és újak keletkeznek állandóan. Mindig ugyanannyi van nagyjából, de folyamatosan pusztulnak és keletkeznek. Tehát azok, akik elszépelgik, ilyen körömreszelésben merítik ki az értelmet, elszépelgik az egészet, tehát nagyon csinos, ha valakinek szépen megvan reszel a körme, de csak ennyi az szellemi teljesítmény, az vékony. Na most, ha ebben merítik ki az összes értelmi igényét, akkor szépen lassan repül a galaxisával, repül. Ja, nem csinál űrhajót, mi a szarnak az? Igen, jó van, haver, semmi baj nincs, ez csak plács. Tehát ő kiszelektált a saját magát a létezésből. Szia! Nincs rá szükség, hülye vagy. És kész, kiszelektálja magát. Magától nem bántja őt senki. Ő magától oda csapódik a falra, mert ő űrhajók fejlesztésével nem foglalkozik. Az nem rendes dolog. Rendes dolog a körömreszelés. Jó van, haver, neked az, haver, maradja annál a szellemi szintnél, azt jó van majd a végén. Oda csapoz. De az a civilizáció, aki elfelejti ezt a tudást, oda költözik egy bolygóra, aztán elfelejti. Az ugyanúgy jár. Tehát ki elfelejti a történelmét, a történetét, a tudását elfelejti, hogy miért költöztünk a Földre, ugye? Bizonyára kijebbről költöztünk befelé, hogy megint repülhessünk egy darabig kifelé. Azt már megint bejebb kell költözni egy bolygóra, azt megint repülni kifelé, pár tízezer, százezer évigre megyünk, vagy egy millió évig megyünk kifelé. De addigra elfelejtjük, hogy kell olyan űrhajót csinálni, amiben be tudsz menni, akkor szia. Értitek, hogy mi a baj? Tehát itt is arról szól a történet, hogy a fejedet nem azért kaptad az Istentől, hogy a sapkádat rátegyed, hanem ennél sokkal, de sokkal többre van szükség. Lányoknak is, fiúknak is gondolkodni kell. Itt nincs mese.
És nem csak szaporodni kell meg enni, hanem ezen túl is kell terjedni. Igen, annak is megvannak az érdekességei, meg, de ha valaki csak eddig terjed, az vékonyka. Az vékonyka. Többet kell teljesíteni. És lehet, miért ne lehetne? Hát időnk van, lehet gondolkodni, összeülhetünk így, mint most, már 16 éve itt tudunk, ugye? És jutottunk azért ám eredményre, de tessék azt hinni, hogy nem. És hogyha csak 20-30 év alatt is jutunk eredményre, és 1000 év alatt az emberiség nem jutott eredményre, és mi 30 év alatt eredményre, jó volt, akkor már jó volt. Hányszor nagyobb tempóban dolgoztunk akkor? Értitek? Tehát, ha őnek is semmilyen eredményen is, nekünk meg van. Igen, ez folyamatosan a bukás veszélyével jár, mindig. Bármit csinálsz. Miért? Ha rántás sütsz, akkor az nem, nincs a bukás veszélye benne, dehogy nem. Fölhív a barátnőd, és kész, és odaig a rántásod. Így van? Jártál így? Na. Hát persze. És az benne van a bukás veszélye. Vagy odakozmál a tej, vagy kifut, vagy akármicsoda, mert te annyira belefeledkezel a üzébe, hogy a piros ruháját megvette, hogy reggeltől estig ezt mondja, és örül neki, ez jó, hát barátainak örül az ember, meg az örömeinek, de hát a tej az meg odakozmál. Tehát a bukás veszély ezekben mindben benne van. És ez tudomásul kell venni. Bukni tudni kell. Mi a fölülsz a biciklire, életveszélyes. Ha vigyeld, a gyalog is hanyatt esebb, szétcsaphatod a fejed, de bringával, hát sokkal jobban. De azért megtanítjuk biciklizni a gyerekeinket, arra az életveszélyes járműre fölültetjük. Megtanítjuk. Mert viszont menni vele az meg tök jó. És veszélyes. Az élet is. A születés maga életveszélyes. Van-e valami kérdésetek? Parancsolj! Az van, hogy mi az, hogy magnéküli, meg magos, ugye? Tehát, ha van fekete lyuk a közepébe, vagy nincs. Erről még igazából olyan mélységet igazából nem tudunk. Tehát hallottunk innen-onnan meséket, de konkrétumokat még keveset. A fekete lyukak igen gyakran előfordulnak a galaxisok közepébe, vagyis hogy a galaxis közepébe, az a fekete lyuk mit jelent? Az azt jelenti, hogy egy csillag kicsit nagyra sikeredett, elkezdi bevonni a környezetében lévő anyagot, beszívja magába. Belezuhan, mert nagy tömege van. Erre elkezd nőni a tömege. Beszívja a mellette lévő csillagot, és erre még sokkal növekedett. Akkor meg viszont már olyan nagy a tömege, hogy már a következő távolabb 3-4 csillagot is beszívja magába, és ez így megy, és a végén magába szív akár 1 millió csillagot is maga körül, iszonyatos mennyiségű csillagot szív magába, és először neutron csillaggá válik, mert nagyon nagy a tömege, neutron csillaggá válik, az még nem fekete lyuk, mert azt még elhagyja a fény, de ennek már egy nagyon komoly neutron magja van, a neutron az egy semleges részecske, tehát igazából nem atom. De mégis ez egy óriási atom, ha belegondolsz, Mendelejev táblázatban való, csak roppan nagy a szünet. mert hogy arra gondolja, hogy mit tudom, 108-nál mit tudom, véget ér a Mendelejev táblázat, és akkor utána meg egy baromi nagy szakadék. Miért? Miből áll egy atom? Proton, elektron, neutron. Ebből áll? Abból. Na most, egy neutron csillag, bazi nagy neutron gombóc, az mind az atommagnak az eleme, de azok így állnak egymáson, mert már össze vannak zuhanva ilyen neutronnál, és egy csomó proton, ha csak egy proton keringott, annyi biztos van, csak egy proton keringott, az már atom. Ez a hidrogén atomnak akkor egy rettentő bolond izotópja, ha egy proton van ott. Így van? Mert rettentő sok milliárd és milliárd neutron, meg egy darab proton. Tűnik a Mendelejev táblázatban a protonok szerint szoktuk berakni az elemeket. Akkor ez egy elem, csak valami eszetlen bolond egy elem, egy hidrogén, mert hogy egy proton van benne, és akár 100 milliárd, vagy mennyi milliárd neutron, nem annyi sokkal több, akkor ez egy atom, egy perverz atom, egy bolond atom. És hát, és tulajdonképpen itt lehet befolytatni a Mendelejev táblázatot a csillagokkal. Ez nagyon hülye gondolat, de gondold végig alaposan, és ráfogsz,
A francba tényleg. Mert hogy mi a definíció? Ha azt kimerítjük, akkor itt nincs mese. És kimerítjük. Miért nem merítenénk ki? Mi az, hogy atom? Nézzük meg, és akkor kiderül, hogy igen, hát kimeríti, csak egy kicsit szokatlan. Mert ilyenre nem jár senkinek az esze. Na most a neutron csillag még többet szív magában, mert az már egy borzasztó nagy tömegű csillag, magába szívja, és egyszer csak elér egy küszöbértéket, amikor az esemény horizontja zártá válik. És akkor már a fény sem tudja elhagyni. Akkor már kész. Akkor már bezárulik. És akkor ettől kezdve egy ilyen nagy gravitációs szemétdomb lesz, ami szívja befelé ész nélkül a környezetéből a csillagokat, a bolygókat is vele együtt persze, és ilyen a mi galaxisunk közepén a Kronosz. A Kronosz, aki fölfalja a gyermekeit. Vegyétek észre, a gonosz Kronosz, a Kronosz az időt jelenti. Úgy egyébként. Az azt jelenti görögül, hogy idő. A gonosz Kronosz, aki fölfalja a gyermekeit. Mit csinál egy ilyen fekete lyuk? Fölfalja a gyermekeit. Nem érdekes? De ez egy mesébe ágyazva ott van a kozmológia. Egészen hihetetlen, és a görögöknél már ott van. Hát persze mást ért alatta mindenki, mert az ilyen szépelgők azok azt értik, hogy kanibál. Váj, érted? Szóval ennyit hal meg belőle, mert szellemileg odáig terjedt az pont. Tehát ennyit hal meg, hogy ezt gyereket eszik, ez kanibál, szörnyű, és fú, és akkor megmenti az anyja a gája, és akkor váj, és hát persze, mert hogy egy követ csomagol be, és akkor ide. Tehát itt van a történet, hogy az emberek számára hihető történetet mesélsz el, vagy akár nem is hihető, és ez a történet aztán, hogy önmaga életre kell, és akkor elkezdik mesélni, és mindenki úgy adja tovább, mint valami szörnyű krimit. Az közben ez nem más, mint a galaxis centrum. De mégis fönnmarad, mert az is meséli tovább, aki az egészből egy büdös, megveszekedett szót sem ért, az is tovább fogja mesélni, mert ez a lényege az egész játéknak. Nem az a lényeg, hogy te okos vagy, túrod. Tudod, mi az a lényeg? Hogy a pásztorod kint az is értse, valamilyen szinten. Mert mi van, ha jön egy katasztrófa? Ki marad meg? Azt hiszed, hogy te egy frász, a pásztor fog megmaradni. Mert a pásztor a természetben megél. Te meg egy hülye vagy, aki egy csirke nyakát sem vágtad még el. És ilyen az. Ott van a csirke előtted, azt ilyen fogsz halni, mert répát eszel, de répa nem lesz. És kész, véged van. Ez van. És a gyerekeid is ilyen fognak veled együtt halni, mert egyszerűen képtelen vagy vadászni, képtelen vagy bármit megcsinálni. Tehát, és ez a fontos benne, hogy tovább kellene ezt az egész játékot gondolnunk, hogy erre a Kronoszra, a galaxis központjára hull a csillag, mint az áporeső, és egy része a csillagoknak meg kifelé hull. Tehát a galaxisok maguk is kifelé hullanak, és fölcsapódnak az univerzum falára, ami egy nagy fekete gömb, mint egy strandlabda, be belül a púder a galaxisok. Tehát a púderot szállunk benne, azok a galaxisok. És az a hatalmas nagy strandlabda, az pedig az univerzum fala. Az univerzum fala mekkora? A bentről nézve óriási, és kintről szingularitás. Kintről egy pont. Kintről nézve egy pont. Bentről nézve hatalmas univerzum, kintről nézve meg egy pont. Egész érdekes. Egész érdekes. Egyébként, hát jól hangzik elméletileg, gyakorlatilag egy füstölgő golyóbb is. Tehát ilyen ködlő golyóbb is. Szint azért nem mondanék, mert hogy a sötétségnek egészen elképzelhetetlen hatalmas nagy mértéke van. Tudnélik, a fény sem hagyja el, ez egy fekete lyuk. És csak ami kevés kis fény mégis a határán ottan kicsavarodik az atomokból, azt látjuk ködnek körülötte. Mert hogy kicsavarja az atomokat az a hatalmas tömegvonzás, és akkor körülötte ilyen ködök gomolyog. Egy golyóbb is, ami körül köd gomolyog. Parancsolj! Nem,
Nem, hát a nagyon messziről lehet azt csak megnézni, tehát ezt nagyon, még távcsővel is nagyon messziről lehet megnézni, még nem földi távcsővel is, mert veszélyes, mert egy fekete lyuk. Egy fekete lyuk az borzalmasan veszélyes, ezt nem tudja elképzelni valaki, mert a fekete lyuk az mást jelent az emberek fejében. Hát az nem látszik veszélyesnek, bár az is nagyon veszélyes, abban is el lehet tűnni. Tehát ez más. És vannak még más galaxis, vagy más univerzumok is. A Védák könyve azt írja, hogy az anyában úgy vannak felfűzve a galaxisok, mint egy gyöngysor. Tehát rengeteg sok galaxis, nem galaxis hülyeséget, az univerzum, mint egy gyöngysor. Tehát nagyon sok univerzum van, és nagyon, nagyon nagy a teremtés, sokkal nagyobb, mint amit valaha el tudunk képzelni. Nem tudjuk elképzelni. Tehát a mi fejünkben a nagy az valami egész furcsa dolog. Nagy az emeletes ház, meg nagy a mit tudom. Ezt a nagyságot nem tudod elképzelni. Bár van azért nagyságlátó képessége. Milyen messzire láttok el? Mert úgy mégis mit gondolt? Azt mondja, fényévekre is ti, mit gondoltok? 100 kilométerre ellátsz? Hát látod a csillagokat, persze, azok meg fényévekre vannak. És látod őket. Tehát a szemed arra is alkalmas, hogy fényévekre ellásson. Persze, ahhoz már egy nagyon világítós valaminek kell ott lenni, de ellátsz odáig. Sőt, fényévekre, fényévmilliókra ellátsz. Mert hogy még azokat a rettenetesen távoli szupernovákat is mondjuk látod. Tehát egy csillag fölrobban, az szupernova lesz belőle, tehát fölvillan, egy őrült nagy felfénylése van neki, 100 milliószor nagyobb lesz a fény egy kis időre, és amikor ez így fölfényli, akkor rettentő messzire is látszik. Akkor tényleg millió fényévekről látszik. Ugye, mert ezt a távolságot már évbe mérik. Mert hogy a fény mennyi utat tesz meg egy év alatt. Az nagyon nagy út, egy perc alatt, hogy valamilyen arányérzés legyen benned, egy perc alatt 18 millió kilométer tesz meg a fény. Egy perc alatt 18 millió kilométer. Az sok. Tehát egy perc múlva az a gondolat, amit én gondoltam, már 18 millió kilométerre van ide. Amit most mondok, az a gondolat egy perc múlva már nagyon messzire van. A nap ide 150 millió kilométerre van, vagyis hogy 8 fény percre. A fény a napról idáig 8 perc alatt ér. Na, van-e még valami kérdésetek? Bármi lehet. Ami, aztán utána már nem lesz több előadásom, nekem legalábbis. Mondja, édesem. Ez a nagy hadronik köztető, hogy ez humbug vagy csinálva? Nem humbug. Igazából az Isten részecskét keresik, csak nem mondják ki. Azt keresik, azt akarják valahogy kimutatni. Tudnék, ezek ilyen óriás részecskéket keresnek, nem kicsit keresnek, óriási méretű részecskéket, Higgs-bozonokat keresnek. Az egy 50 kilométeres kör alakú metró alagút, amiben ez van, mindjárt indulásból ledobott vagy 8 nagy mágnest, mert egy forrasztás rossz volt benne, aztán mindjárt levágta, őrült detonációval levágta a 8 mágnest, ilyen nagy, sok tonnás nagy mágnesek voltak, ilyen, mit tudom, 80 tonnás, vagy mit tudom, ekkora nagy dög mágnesek, és egy forrasztás nem volt rendesen megcsinálva, és a hélium hirtelen fölfort, és puff, lenyomta az egészet, fölrobbantotta, úgyhogy ott vagy 8 ilyen nagy mágnes ki kellett, igen ám, csak hogy onnan nem olyan könnyű ám kiemelni, egy kör alakú csőből kiemelni egy ilyen bazi nagy izét, amit egy helyen belerakták, hátravitték. Igen, de valahol megeszi a fene, akkor ki kell hordani az összeset először, és akkor odáig lebontani, a rosszakat kivenni, az újakat betenni helyére, aztán nem egy egyszerű feladat. És hát ugye azt a hadron ütköztető csak, ez most nyáron talán üzembe helyezik, vagy helyezték, de hallgatnak róla, mert mindenféle rém történetek is kerültek, hogy ebből most fekete lyuk lesz, és akkor eltűnik benne a Föld, és mindenki eltűnik, és akkor az egész eltűnik. Minden eltűnik.
Ez a rémhír is fölmerült, mert ilyen számítások is voltak, vagy elképzelések. Azt mondom, hogy nem lesz belőle fekete lyuk, ahhoz azért egy kicsit több ész kellene, de hát azt nem tudják megcsinálni. És én azt mondtam, hogy ilyen drága kavitációs kazánt a büdös rohadt életben még nem csináltak, mint most ezt. Mert hogy igazából anyagot kavitálnak benne, és akkor ez a nagy durranás. Hát szóval azt mondom, jó van, hát ez baromi drága. Kazánnak nagyon drága. Túl sok értelme nincs, bár egy bizonyos kutatásokat el lehet benne végezni, de tudod, az van, hogy a svájci órákat egymáshoz csapkodjuk ágyúval, és akkor abból akarunk következtetni a svájci óra szerkezetére, az eléggé kezdetleges módszer. Tehát az atomokat úgy próbálják meg föltárni, hogy egymáshoz csapkodják az atomi részecskéket, és akkor a egymáshoz csapkodott részecskékből szétszállnak darabok, és akkor ebből próbálják megmondani, hogy mi az atom. Ez még mindig egy ilyen analitikus módszer, vagy egy szétbontásos módszer. Majd amikor nem analízis lesz, hanem szintézis, akkor előbbre fogunk jutni. Én a szintézist próbálom csinálni. Tehát csináltam egy elméletet, ezt az elméletet aztán érdekes módon az isteni tanács honorálta. Tehát ezt az elméletet honorálta, azt mondták honoráriumképpen, azt hittük már, sose jössz rá. Ez volt a honorárium. Úgyhogy persze, mert hogy felszereltség nélkül, minden nélkül úgy kellett megcsinálni. Tehát azt mondta nekem a nagyfőnök, hogy aki a legjobb helyzetből nem, vagy a legszarabb helyzetből nem tudja megváltani a világot, az a legjobbból se tudja. Úgyhogy, és ez így van. Tehát az van, hogy akinek dolga van, annak tudni kell a dolgát, azt csinálni kell, nem siránkodni, vergődni, hanem csinálni. Én tőlem állandóan kérdezgetik, hogy nekem mi a dolgom megküldelésem. Honnan a francból tudjam, hogy neked mi? Hát én a sajátomat tudom, csinálom is. Itt ülök, azt beszélek. Mint a nyuszika, ülök, leszegetem a körmömet és hülyeségeket beszélek. Tehát persze, de ezt én tudom, hogy jó, hát ez biztos, hogy jó, mert tessék csak odafigyelni, 10 év múlva, amit itt hallottál, olyan korszerű lesz, hogy mindenki a seggét veri a földhöz, aki itt volt, hogy hát ezt én értem, hát ezt a Gyuri nekem elmondta. Én komolyan, majd meg fogod látni, mert már ezelőtt ugye 15 évvel elmondtam én ugyanezt, és akkor, amit akkor elmondtam, abból már egy csomó minden bejött. És ez igaz, aki ide járt akkor, azt tudja, hogy azóta már egy csomó minden abból bejött. Hát én a Jugoszláviát, amikor összekerültem 85-ben a feleségemmel, elmondtam neki a történelmet előre, hogy a Jugoszláviában polgárháború lesz, sokáig fog tartani, aztán, hogy tésztaszűrőt lőnek a Ceausescu-ból, meg ilyeneket, és akkor a szép bundájából tésztaszűrőt lőnek, és akkor ezt én elmondtam a feleségemnek, és hogy karácsonykor fognak tésztaszűrőt lőni belőle, és tényleg akkor lőttek belőle tésztaszűrőt. Tehát ezeket megkérdezheted, hogy én ezt úgy elmondtam szépen az egész története, de elmondok most nektek egy történetet, egy jó hírt, jó? Hogy milyennek láttam. Ez a jövő csak egy terv, de azért jó ezt a tervet azért egy kicsit úgy nézegetni. Hát azt láttam, hogy Magyarország kijött ebből a dregből. Azt láttam, ez jó hír. A világban nagy bajok lesznek, de Magyarország még egy viszonylagos békeszigete lesz ahhoz képest. Szellemileg, miután összedőlnek a diktatúrák mellettünk, mindenféle okok miatt összedőlnek, az van, hogy lesz annyi spiritus bennünk, hogy mi meg tudunk maradni jól, és élni, és mit tudom én. Persze lesznek gondjaink, de azok felül egy darabig még tudjuk kormányozni, tehát úgy is mondhatjuk, hogy itt lesz a legjobb egy darabig. 10 évig talán. De az nem azt jelenti, hogy itt akkor fenékig tejföl lesz, hanem ahhoz képest, hogy ott mi van, ahhoz képest itt sokkal jobb lesz. Tehát Svájcban is jó lesz, mert Svájcban a hegyek megvédik Svájcot attól a cunamitól, ami hát azért Bázelig ellötjen, de meg a Genfitó is ki fog futni egy kicsit, de annak nagyon sok túlélője lesz, tehát azért ott akkor áldozatok nem lesznek, de Franciaországban nagyon durva lesz, meg általában, aki az óceán partján vannak országok, és nem védi őket hegyvonulat a hullámtól, ami cunami, ami jön, az nagyon durva lesz. Ahol van hegyvonulat, ott egy kicsivel jobb a helyzet, mert az megvédi valamennyire. Azt láttam Magyarországon, azt láttam, hogy királyság lesz.
Romániában is királyság lesz, azt láttam. Tessék? Királyság lesz, de működő királyság. Azt láttam, hogy Magyarországon körülbelül egy másfél évig elég kemény diktatúra lesz a király részéről, tehát ezeket a, hogy mondjam, ezeket a régi csótányokat, ezeket kifüstöli a király. De nem azért, mert terrorista akar lenni, meg mit tudom, mert rendet akar csinálni. Tehát ezeket a sikasztókat, meg szélámosokat meg kifüstöli. Kőkeményen. Lesz kő viszont, szóval lesz, kő az lesz. Már a kőbányából lesz kő, mert hogy ott fognak dolgozni ezek, akik itt kiszipolyozták a vérünket, úgyhogy igen kemény kőbánya tevékenység lesz Magyarországon, tehát lesz az útépítéshez, az építkezéshez, az jó lesz. Ezt láttam hosszú távon, tehát Magyarországnak most van valami előnye, és azt is láttam, hogy a végítéletnél nagyon sok magyar, körülbelül a kétharmada a kivándorlóknak a Marsra fog átköltözni, és a Marson egy kolóniát alapítanak. Komoly exódus lesz, nagyon kemény sport lesz, de egy 100 év múlva is megnéztem, 100 év múlva már egészen konszolidált lesz. Tehát lesz légkör, felhő, mit tudom én. Tehát ez az oda költöző brigád, ez javarészt fiatalokból fog állni. Tudnélik, ott család életet élni szinte lehetetlen, ezek reggeltől estig, mint a hangyák nyomják a bringát, hogy meg tudják csinálni, amit akarnak. Mert vizet kell hordani a Marsra. A Marsnak az a baja, hogy egy katasztrófába elvesztette az óceánjait. És ezek az óceánoknak egy jelentős része ott van a kisbolygó kövezetébe, és onnan fogják áthordani mindenféle trükkös módszerekkel a vizet a Marsra, és akkor elkezd a helyzet javulni, mert a Marsnak a gravitációja még meg tudja tartani a Földéhez hasonló légkört, meg a vizet is, de nagyon labilisen. Tehát a Mars már labilis, mert a Mars vonzó ereje jóval kisebb, mint a Földé, hiszen a Marsnak az átmérője csak fele akkora, mint a Föld. Tehát a Mars egy kicsike bolygó a Földhöz képest. De nagyobb bolygón meg nem nagyon éreznénk jól magunkat, mert nagyon nagy a tömegvonzás, tehát aki most, mit tudom én, egymázsa, egy nagyobb bolygón 2-3 mázsa lenne, hát úgy igazán nem nagyon éreznéd jól magad, ugye, mert ugye még járókerettel se tudna menni. Szóval nem nagyon jó. Nagyon kis bolygónak meg az a veszélye, hogy lemegy róla a levegő, meg lemegy róla a víz. És hát már annak a fajta testnek, amiben most élünk, ami vizes bolygót igényel, mert a mi testünk az vizes bolygót igényel. De a vizes bolygónak meg megvan az átka, hogy például egy hold kering körülötte, akkor annak az árapály keltő ereje mindenféle mucucságot csinál. De ha egy másik bolygó véletlenül közel merészkedik hozzá valamilyen hülye pályán mozgó bolygó, akkor az meg nagy katasztrófát tud előítézni. Van egy ilyen bolygó a naprendszerbe, ez a bolygó pontosabban még nincs a naprendszerbe, de meg fogjuk tudni, hogy mikor jön. Akkor fog jönni ez a bolygó amikor égszakadás lesz. Tehát tudni fogjátok, olyankor éjszaka is van egy rettentően vakító, világos kék lyuk az égen. Akkor van égszakadás. Aztán meg a földindulás, szaladt-e is pajtás. Tehát akkor van igen kemény helyzet. Tudnélik, akkor már jön ez a elég nagy méretű bolygó, ez körülbelül akkora, mint az Uránusz. És ez 3600 évenként visszatér a Föld közelébe, pontosabban hát nem a Föld közelébe, mert hát a Marspálya környékén fog áthaladni. Ha szerencsénk van, akkor mi mindig a túloldalon leszünk. Ha nincs szerencsénk, akkor a közelbe. Tehát az, ha közel elmegy, akkor oda szívja a tengereket, a Föld megforog tovább. Értitek, hogy mi a gáz ebbe? Mert hogyha egy oldalra szívja a tengereket, és a Föld 24 óra csinál egy fordulatot, az azt jelenti, hogy hangsebességgel végigszánt a víz a Föld felszínén, és mindent letarol. Tehát ez nem kis veszély. Tehát, mondjam, ilyenekre nem árt, hogyha szellemileg is legalább föl vagyunk készülve. Tehát a veszélyekről legalább tudjunk valamit. Mert ott kezdődik a probléma, hogy teljesen ilyen naív, ködbe úszva hülyeségeket gondolnak emberek, és az nagyon nagy veszély. Az nagy veszély. Tehát azok vesznek oda elsőnek. És jó emberek kárértük. Hát, talán inkább el kell nekik mondani, hogy mi a veszély, mit csináljon olyankor, az jó. Rég volt a mi oktatás.
Nekünk volt olyan, engem mindjárt kidobtak az elején. Mert többet tudtam, mint az oktató. Engem úgy kidobtak, mint a húzat. Mondtam, hogy aláírták egyből, hogy nekem nem kell járni. Komolyan. Elkezdtem kérdezni a légvóoktatót, de hát hülyeségeket beszélt, és aztán engem rögtön kidobott. Más kérdésetek? Parancsolj! Meditálunk. Ez a Marduk, amiről beszéltem, igen. Nem. Bejön ide háromdimenziós, az nagyon is, de most a negyedikből jön. Minden anyag, vagy legalábbis az anyagoknak a jelentős része megvan a negyedik dimenzióban is. Inkább így mondanám. Mert vannak olyan anyagok, amik nem is léteznek a negyedik dimenzióban, inkább négy dimenzióban. Ez a negyedik dimenzió, ez nem jó. Semmelyik értelemben nem jó, mert az idő sem a negyedik dimenzió, amit magyaráznak, hogy van a tér, három dimenzió, és van egy negyedik, ami az idő. Ez butaság. Egy dimenzió van, és abból van több. Értitek? Tehát egy ugyanolyan idődimenzió, megint egy idő, minden dimenzió idődimenzió, és nem az van, hogy a téridő is maga időből álló rendszer. Csak egy ilyen nagyon furcsa idővisszacsatolt rendszer. De az is az időnek egy módosulata, parancsolj. Vannak rajta bázisok. Ez a lakott bolygó bázisok. Vannak rajta bázisok, de a Merkuron is van bázis, a Vénuszon, a Marson, a Jupiter holdakon, hármon is, a Saturnus, a Titánon, tehát vannak bázisok a bolygókon, vagy inkább a holdjaikon. Tehát ezeknek a gázbolygóknak, az óriás bolygóknak a felszínén nem nagyon lehet élni, és ezért, mert ezek hatalmasak és nagyon nagy a tömegmozgásuk, légkörük az elképesztő, szóval ilyet nem tudsz elképzelni. Már a Vénusz légkörét se tudod elképzelni, hogy 90 atmoszféra légnyomás van. 90-szer akkora nagy, mint a miénk. Figyelek rád. Nem az egy csillag. Egy infracsillag, igen. Parancsolj. Jelentkeztél. Mondjad. Mennyi az idő? Akkor meditáljunk, mert elmegy az idő. Kényelmesen üljetek, ne tegyétek keresztbe a lábatokat, pedig záróest lesz. Úgyhogy akkor azt mindenkit várunk nagy szeretettel a záróestre, és aztán még lesz szalonnasütés, megint meg minden, le lehet menni. Kicsit énekelünk, mulatozunk, elbúcsúzunk egymáshoz, mert hogy holnap már vasárnap lesz, elment a hetünk. Jól éreztétek magatokat? Örülök neki.